Az egykori jelzett utódjaként alapította meg Rudnai Lajos sátor Alja-Újhelyben 10 évvel ezelőtt a CERTA zárgyártó, présöntő és szerszámkészítő Kft-t. A 10 év alatt sok nehézséggel küzdött a cég. Voltak olyan időszakok, mikor működése is kétségessé vált, de mára az ország egyik legnagyobb és legsokoldalúbb öntödeipari és szerszámkészítő üzemeként végzi a tevékenységét. Annál a cégnél, aki eladta a Sátoraljaújhelyi gyárat, ott voltam pénzügyi igazgató, és 1999-ben lejárt a mandátumom, és akkor 56 éves koromban az utcán álltam, úgyhogy nagyon sok lehetőség nem volt, és tudtam, hogy itt 350 munkahely meg fog szűnni, és be kell vallanom, hogy a szívem csücse magyar, és hát megpróbáltam segíteni ezen a helyzeten. A Kft-nél az elmúlt 10 évben folyamatos technológiai fejlesztésre volt szükség ahhoz, hogy a hazai és külföldi piac elvárásainak megfeleljen, és megőrizze versenyképességét. Összes technológiai területet meg kellett újítanunk. Ugye nálunk jelentős technológiák vannak, cinköntészetben, alumíniumnyomásos öntészettel foglalkozunk, galvanizálással, porszórással, nedves lakkozással, szerszámgyártással, CNC megmunkálással. Ezek a területek mindenképpen folyamatos fejlesztést igényelnek. A CNC technológia gyakorlatilag 3-4 évente váltást igényel gépekben, mert kijönnek az újabb, nagyobb termelékenységű, nagyobb teljesítményű gépek. Dr. Hölcsik Rihárd országgyűlési képviselő és Szamosvárgyi Péter Sátoraljaújhely város polgármestere egyaránt arról szólt, hogy a cég jelenléte fontos szerepet tölt be a térség foglalkoztatásában, hiszen jelenleg is 250 alkalmazottal üzemel. Úgy megerősödött a CERTA, hogy jövőre új piacok után néz, nem hogy elbocsátani, hanem bővíteni fog. És ez a mai világban, itt Zemplénben nagyon nagy jelentősége van, hiszen sok cég minden egyes munkahelyen megküzdik. De hát várhatóan jövőre a piacok bővülésével és hát a technológia fejlesztésével újabb munkaerőket sikerül beállítani. Úgy érzem, hogy ez a következő esztendőben a Széchenyi terv indulásával lehetségessé válik. A városnak, de szerintem az országnak és nekem személy szerint egy bizonyíték arra, hogy mindig van kiút és mindig van lehetőség megfordítani egy rossz trendet. Hiszen jó néhány évvel ezelőtt a CERTA a lét és a nem lét között lavírozott, és ha fogadni kellett volna, hát nem sokan fogadtak volna arra, hogy megmarad, hogy megér még egy, két, három vagy négy évet. Ebből a helyzetből állt talpra a cég. Egy nagyon jó vezetői párossal, kiváló szakemberekkel és elhivatott hozzáállással. A fennállás 10. évfordulója és a közelgő karácsony alkalmából a cég vezetése valamennyi dolgozót vendégül látott egy jó hangulatú, kötetlen estén a Szlovák iskola ebédlőjében.